elvegyeztem én is. Azt szeretném mondani, hogy önöknek azért nem nyilatkozom, mert önök egy bajtársamat, az önök tulajdonosa úgy megsértette, olyan módon beszélt róla, hogy ettől kezdve számomra az becsületbeli ügy, hogy önöknek nem tudok nyilatkozni. Sajnálom, mert ezzel a tájékoztatási kötelezettségem az korlátozódik, mert az a helyzet, hogy amíg a hírtévének az a tulajdonosa, aki úgy beszél, az én egyik képviselőtársam, aki most egyébként a miniszterelnök éppen, de ez nem olyan fontos ebből a szempontból, hogy az megengedhetetlen és elfogadhatatlan, addig én önöknek nem tudok nyilatkozni, úgyhogy ez minden további megkeresésükre sajnos igaz kell, hogy legyen. Biztos vagyok benne, ez a képviselőtársam, miniszterelnök úr biztosított arról, hogyha rólam így beszélne az önök tulajdonosa, akkor ő sem nyilatkozna, vagy elkerülni az önöknek való nyilatkozást, úgyhogy ennyit tudok erre mondani.